Egyetlen gombot kell csak megnyomni a Szekszárdi Törvényszék defibrillátorán, és a gép azonnal elindul. Dugja be a kábelt, és helyezze fel az elektródákat. Narrátorhang segíti a felhasználót a kisütésig, így lehetetlen kárt okozni a sérültben. A Szekszárdi Törvényszéken évek óta tartanak ilyen defibrillátort, és több ott dolgozót a használatára is megtanítottak. A törvényszék munkatársai most regisztráltak a Szív City nevű életmentő telefonos applikációba ezzel a géppel. Az applikáción keresztül, ha valaki 500 méteres körzetben, itt a Bélatér környékén rosszul lesz, megáll a szíve, riasztják a mentőszolgálatot, akkor az Országos Mentőszolgálat központi irányítója utána néz, hogy a Safe City alkalmazása közelben elérhető-e, és amennyiben belefér az adott zónába, akkor riasztja munkaidőben a Szekszárdi Törvényszéket, és az itteni erre kiképzett dolgozóink a defibrillátor készülékkel azonnal a helyszínre sietnek. De nem csak a törvényszéken dolgozók menthetnek életet az itteni újraélesztőgép és az alkalmazás segítségével. A programba ugyanis bárki regisztrálhat önkéntesként, így ha a rosszul lett beteg 500 méteres körzetén belül tartózkodik, akkor az önkéntest is riasztja az applikáció, ami GPS-szel előbb a törvényszékre, majd a sérülthöz vezeti. Az applikációnak köszönhetően a mai nappal 31 életet mentettünk meg összesen. 29.639 felhasználónk van ebben a pillanatban, ez aktív felhasználói számot jelent. Igazándiból exponenciálisan nőnek a felhasználói számaink, és igazándiból 2 éves lesz októberben az applikáció. A Safe Cityvel legutóbb Újpesten mentették meg egy férfi életét. Az alkalmazás, amiben most már a Szekszárdi Törvényszék defibrillátora is elérhető, valamennyi telefonos platformra ingyen letölthető.